tavaszi dél előtt levegőztetés az újfehértói Lengyel Leóra óvodában. Az intézmény három tagóvodájában összesen 322 gyermek tölti mindennapjait 44 dolgozó felügyelete alatt. A több hetes kényszerszünet után a kicsinyek 85%-a jár újra óvodába. Bár a pedagógusok szerint a személyes jelenlét nem pótolható, sokat jelentett a személyes kapcsolattartás a vírushelyzet miatti zárva tartás idején. Az óvónők naponta találkoztak a gyerekekkel, igaz, csak a virtuális térben. Függetlenül attól, hogy nem volt központi előírás arra, hogy az óvodákban is az online nevelés támogatását folytatnunk kell. Mindhárom tagintézményünkben végezték az óvodapedagógusok folyamatosan az értelmi nevelés tervezésének megfelelő ütemben küldték a nevelés-oktatás támogatásához az anyagokat a szülőknek az óvónénik. Nagyon kellemes tapasztalataink voltak, elég aktívak voltak a szülők és a gyerekek. Az újfehértói Lengyel Laura tagóvodában négy csoport működik. A 23-28 fős csoportokban két-két óvónő és egy-egy dajka foglalkozik a gyerekekkel. A zárva tartás ideje alatt az önkormányzat igyekezett kisebb felújítási munkálatokat elvégezni, hogy a kicsinyeket szebb és tisztább környezetben fogadják. Kihasználtuk ezt a kényszerszünetet és a nyárra tervezett felújítási munkákat, hogy nem tudjuk, mi lesz nyáron. Felújítási munkákat most minden ódai egységben elvégeztük, tisztasági festést hajtottunk végre, ahol szükséges volt, ott karbantartási munkák folytak, tehát hogy mire véget ért a vírushelyzetnek ez a szakasza, addigra a hétfő reggel már teljesen új, megújult, tiszta környezetbe jöttek a gyerekek. Az óvodákban éppen az újranyitás hetében zárult le a beiratkozási időszak. Az újfehértói óvodai csoportok várhatóan az új nevelési évben is telt házzal működnek majd. Az óvodai nevelési év során egyébként folyamatos a felvétel minden intézménybe. Nagyon sok kisgyermek érkezik óvodába évközben is, hiszen költözés vagy egyéb okok miatt indokoltá válhat az óvodai elhelyezés.